Köszöntöm a nézőket! A koronavírus járvány időszakában sem áll meg a fejlődés Székesfehérváron, megújult a palotavárosi tava környéke, és fejlesztik az IBM Székesfehérvári informatikai központját. A köztérben ezzel a két témával várjuk Önöket. Tartsanak velünk! Sportpályák, játszóterek, közösségi terek és egyéb új elemek épültek a palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása nevű projekt keretében. Bár a pandémia egyelőre keresztül húzta a sport és szabadidőpark használatát, a megújult zöld terület rengeteg vidám pillanatot, lehetőséget fog adni a fehérváriaknak. Nem csak a palotavárosiaknak lesz kedvelt hely az új sport és szabadidőpark, ekkora területen mindenki talál majd kedvére való elfoglaltságot. Érdekes, megfordult a dolog bennem, mert amikor a polgármester úrt agitáltam, hogy Palotavárosban csináljunk egy ilyen hatalmas fejlesztést, vagy legalábbis célozzuk meg, akkor úgy fogalmaztunk, hogy a palotavárosiaké és a városiaké, az egész székesfehérvári. De most én azt mondanám, hogy a palotavárosiak jöjjenek és nézzék meg, hogy milyen szép lett, mert hallom a város több részéről, hogy jönnek futni és használják a parkot, de a palotavárosiakat is várom, hogy jöjjenek és nézzék meg. Én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lépést tudtunk tenni, hogy ennek a városrésznek egy olyan rekreációs központja alakuljon ki, ahol a beton rengetegben az itt élők egészségesen ki tudnak kapcsolódni, van elég tér ahhoz, hogy kutyákat sétáltassanak, biciklizzenek, sétáljanak, illetve hát a horgászokról se feledkezzünk meg, hiszen ők is használják a tavat, de ezt az egész multifunkciót össze tudtuk hozni szerintem ebbe a projektbe. Hát sajnos a járványos időszakot tekintve nem a legjobb az időpont az átadásra, de reményei szerint majd jövőre, amikor esetleg már túl vagyunk a vakcinázáson és a hatóságok is engedik a rendezvényeket, akkor valóban fel tudjuk avatni, és egy olyan méltó ünnepe lesz ez a nem csak a palotavárosiaknak, hanem a székesfehérváriaknak, amely szerintem a hely megérdemel. Mit kell tudni a projektnek a kezdeményezéséről, és mikor kezdődtek el a munkálatok? Tehát tulajdonképpen milyen hosszú folyamatnak értünk most így hivatalosan is a végére? Hát most kutakodnom kell az emlékeimbe, de én úgy emlékszem, hogy 2012 táján tudtunk egy kicsit levegőhöz jutni, és akkor polgármester úr felkért minden képviselőt, hogy a saját körzetében vizsgálja meg azokat a lehetőségeket, amelyek egy akár Európai Uniós beruházás célterületei lehetnek, és én kapva az alkalmon, ugye ismerve a területet, én ezt jelöltem meg, és szerintem jó döntés volt, akárha csak a karantént veszük is, milyen jó dolog, hogy az emberek mondjuk bezártság után ki tudnak jönni napközben levegőzni, és nem egy betonrengetegbe kell küzdeniük. Nagyon örülök, hogy sikerült Palotavárosban ezt a gyönyörű projektet, ezt a gyönyörű parkot létrehozni. Jól lehet Palotaváros dél az én területem, de úgy érzem, hogy a képviselőtársam is, hogy mondta, nem csak Palotaváros, egész városnak építettük. És hogyha visszavonulok 30 évvel ezelőtt, én 30 évvel ezelőtt kezdtem a képviselői munkámat, hát bizony nem gondoltam volna, hogy 30 év után ezen a területen meg tudtuk valósítani ezt a gyönyörű közösségi teret. Én azt mondom, hogy az utóbbi 10 évben, ami ebben a városban történt, az példa nélküli, az fantasztikus. Rengeteg közösségi tereket építettünk, ha Turózsáki teret mondom, vagy akármelyik Paltás déli részén is új játszótereket adtunk át, és ez a beruházás pedig jó lett Európai Uniós forrásból, de egy olyan beruházás, amire büszke lett az egész város, egész Palotaváros. Úgy érzem, itt több, hát jól tudom, akkor több mint 20 ezer ember él ezen a városrészen, úgyhogy megérdemelte ez a városrész ezt a gyönyörű, szép létesítményt. A terület adott volt, a lehetőségek adottak voltak, és ki gondolt még akkor arra, amikor a palotvárosi tavakat, ugye mesterségesen jöttek létre a palotvárosi tavak, amikor elkezdték építeni Palotavárost, a földet innen hordták el, kialakultak a tavak, és ki gondolta, hogy mikor a népszerű lesz a horgászoknak, az itt élő embereknek, és az egész területet milyen gyönyörűvé tudtuk varázsolni. Én köszönöm a közgyűlésnek, polgármesternek, hogy egyáltalán képviselőtársamnak, hogy ezt a lehetőséget megragadva kialakítottunk egy olyan gyönyörű közösségi teret, amely példaérték ebben a városban. Én büszke vagyok rá, és büszke vagyok rá, hogy fehérvári lehetek, és részese lehettem ennek a gyönyörű fejlődésnek, ami az elmúlt 30 évben Fehérváron megvalósult.
Mit gondol, ha már kicsit a déli oldal került szóba, akkor mik lesznek az ott épült elemek, új területek közül a legnépszerűbbek, és kik fogják ezeket elsősorban használni az itteniek közül? Hát úgy érzem, minden korosztály használni fogja. Déli részen ugye új játszóteret adtunk át, ott is egy gyönyörű központi park, amit nagyon szeretnek, tele játszóeszközökkel, de ez felülmúlja, nyilvánvaló, ez egy 1 milliárdos beruházás, ez felülmúlja, rengeteg játszóeszköz, sporteszköz, minden korosztály használni fogja, fiatalok, idősek, horgászok, tehát megfér egymás mellett az egész város. Tehát úgy érzem, hogy nagyon népszerű, és mindenki megtalálja a számítását. Bárki ide jön, akármilyen tevékenységet szeretne folytatni, sporttevékenységet, sétát, horgászást, mindent meg tud valósítani, és ez a jó ebben. Az északi és déli tó körül is megvalósultak fejlesztések, sportpályák, főzőtér, bringapark, bővített parkolók, vizes blokkok is épültek. Az elmúlt években több városrészben javultak a sport és szabadidős lehetőségek. Úgy érzem, hogy egy nyugodtan mondhatjuk, hogy korszakos fejlesztés valósult meg itt a Palotavárosban, a palotavárosi tavak környékén. Azt a célt tűztük ki néhány évvel ezelőtt magunk elé, hogy minden nagyobb városrészben szeretnénk egy szabadidőparkot, egy sportparkot, egy olyan közösségi teret, ahol az emberek természetes környezetben tudnak találkozni, sportolni, egyáltalán közösségi programokat majd megszervezni. És különösen nagy szükség volt erre itt a Palotavárosban, hiszen annak idején, amikor épült ez a lakótelep, akkor pont ez az ütem sajnos már nem fért bele a 80-as évekbe. Úgyhogy most egy nagy adósságot sikerült ezzel törleszteni. Ez egy 1 milliárd 250 millió forintból megvalósuló beruházás óriási területet is érint, a természetet is megvédi és egyébként megújítja, és rengeteg olyan tevékenységnek ad majd helyet, ami remélem, hogy az embereket összehozza. Nem a legszerencsésebb időpontban tudjuk ezt most átadni, nem azért, mert november van, hanem azért, mert ugye pont a közösségi programokra nincs lehetőség, de hát egy ilyen beruházás az nem néhány hónapra, hanem évtizedekre készül, úgyhogy bízom benne, hogy most már az egyéni sportolásra, az egyéni sétára, a kutyasétáltatásra mindenki, legalábbis sokan fogják igénybe venni, és aztán tavasztól pedig lesz lehetőség arra, hogy a így létrejött közösségi tér minden elemét ki lehessen használni. Nehéz lenne felsorolni, annyi minden jött létre és épült ezen a területen, de nagyon örülök annak, hogy a Bregyó megújítása, a Sóstó megmentése és megújítása, az Öreghegyen a Túrózsáki út sportcentrumának elkészítése, a Haleszben a fejlesztések megvalósítása után, korábban ugye a Koronás Park talán ugyanebbe a körbe sorolható, most itt a Palotavárosban is átadhatjuk ezt a nagyon nagy beruházást. Bízom benne, hogy az itt élők életminőségét is ez jelentősen javítani fogja. Én ezúton is köszönöm szépen a támogatónak, a kormánynak, az Európai Uniónak, az összes olyan szervezetnek, intézménynek, cégnek, aki tervezőknek, akik dolgoztak azért az elmúlt években, hogy ez a top keretében megvalósuló fejlesztést ezt most itt 2020 végén átadhassuk az embereknek. Képviselő urakkal beszélgettünk arról, hogy mi volt itt 20-30 évvel ezelőtt, és én is visszaemlékszem, hogy nagyon sokat jártam ide a gyerekeimek, amikor kicsik voltak, biciklivel ide eljöttünk, körbe jártuk a tavakat, és hát arról álmodoztunk, hogy valami ilyesmi környezet milyen jó lenne itt a palotavárosi tavak körül, és most azt hiszem, hogy mindenki nagy örömére megvalósult, és valóban én azt kívánom, hogy ne csak a palotavárosiak lejjék benne örömüket, ők elsősorban, de a fehérváriak is a város minden részéből jöjjenek fantasztikus kikapcsolódási, pihenési, sportolási lehetőség várja itt őket a tavaknál. Ez a fejlesztés is, mint a korábbi években, illetve ezzel párhuzamosan sok más tulajdonképpen mégis az életminőség javításáról, lehetőségek adásáról szól, szabadidő sportra, tevékenységre. Mondhatjuk, hogy itt Fejér megyében, Fejérben ez egy elsődleges szempont, hogy az itt élőknek ezeket a feltételeket megteremtsék? Igen, azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben sokat tettünk is már, és a terveink között is szerepel a környezet, az életminőséget javító környezet fejlesztése, és ez egy ilyen fejlesztés itt a szabad téren, azt gondolom, hogy ebben a járványügyi helyzetben különösen fontos és felértékelődik, hiszen mi más tudunk csinálni, mint eljövünk, sétálunk, egyéni sportolás megengedett, most ezt itt kiválóan lehet űzni, de bízunk benne, hogy ha véget ér a járvány,
akkor is kiváló helyszíne lesz a találkozásoknak. A palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása projekt 1 milliárd 250 millió forintos forrásból valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében. Bővíti az informatikai szolgáltató központját az IBM Székesfehérvári központja. A 3,5 milliárdos beruházással újabb 300 dolgozóval bővülhet az IBM Székesfehérvári csapata. A kormány munkahelyteremtési programjából 1 milliárd forintot kap a cég. A vállalat ebből és 2,5 milliárd saját forrásból informatikai szolgáltató központját bővíti. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a számítástechnikai rendszerek távfelügyeletével foglalkozó bázis elsősorban exportra termel és külföldi vállalatoknak szolgáltat. A magyar gazdaság csak akkor tud sikeres lenni, hogyha magyar emberek dolgoznak. A magyar embereknek pedig ahhoz, hogy dolgozhassanak, egészségre és munkahelyre van szükségük. És munkahelyek nem csak úgy lesznek maguktól, hanem ezen munkahelyeket létre kell hozni, azokat meg kell védeni. Éppen ezért a magyar kormány legszorosabb szövetségesei ebben az esetben azok a bátor vállalatok, amelyek a világjárvány ideje alatt is képesek arra, hogy ne bezárásról, összehúzódkodásról, a tevékenységük intenzitásának csökkentéséről hoznak döntéseket, hanem arról, hogy beruháznak, új technológiákat valósítanak meg, és új munkahelyeket hoznak létre. Amikor a világjárvány első hulláma beütött, akkor hoztunk egy világos gazdaságfilozófiai döntést, amely úgy szólt, hogy mi nem a munkanélküliséget, hanem a munkanélküliséggel szembeni harcot kívánjuk finanszírozni. És ebben a harcban a szövetségeseink azok a vállalatok, amelyek beruháznak, és ezáltal munkahelyeket hoznak létre. Az is világos, hogyha ez a mostani válság a 2008-as állapotú magyar gazdaságot találta volna telibe, akkor egészen biztosan le is döntötte volna azt a lábáról. Azonban az elmúlt 10-12 esztendő megfeszített munkájának köszönhetően a magyar gazdaság ma Európa egyik legéleterősebb gazdasága, amely abból is látszik, hogy dacára annak, hogy a világgazdaságból szinte kizárólag negatív hírek jönnek, addig Magyarországon nap mint nap jelentünk be újabb és újabb beruházásokat az ország különböző pontjairól. És mai napon pedig a világ egyik legnagyobb és egyik legismertebb vállalatának beruházását jelenthetjük be. Az IBM-et senkinek nem kell bemutatni, itt ez egy olyan vállalat, amikor nem kell, hogy második tagmondata legyen a mondatnak. Az IBM Magyarországon is hosszú történelemre tekinthet vissza. Ma kisján 6000 magyar ember és család köszönheti a megélhetését az IBM-nek, amely itt Székesfehérváron informatikai szolgáltatásokat nyújtó központot üzemeltet, ahonnan a kollégák számítástechnikai rendszerek távfelügyeletét látják el, és hogy mennyire versenyképes mindaz, ami itt zajlik, azt mutatja az a tény, hogy a vállalat 99,95%-ban exportra termel, és külföldi vállalatok számára lát el szolgáltatásokat. A mostani beruházás az informatikai szolgáltató központ bővítéséről szól, 3,5 milliárd forintos beruházásról beszélünk, amely beruházással az IBM itt 300 újabb munkahelyet hoz létre a Székesfehérvári központjában, és ehhez a kormány 1 milliárd forintos támogatást biztosít, hiszen pontosan az ilyen beruházások gyorsítják fel a magyar gazdaság dimenzióváltását, amikor is egy termelésorientált gazdaságból egy kutatásfejlesztés orientált, magasabb hozzáadott értékű munkára épülő gazdasággá alakulunk át. Ezt a beruházást is éles nemzetközi versenyben nyertük, hiszen egy olyan vállalat tette le a voksát ismét Magyarország mellett, amely a világ 175 országában hajt végre tevékenységet, tehát bőven lett volna helye ennek a beruházásnak máshol is. Ugyanakkor azért is jelentős ez a beruházás, mert a szolgáltató központok és az informatikai ágazat nyújtják az egyik legfontosabb lehetőséget a magyar fiataloknak arra nézvés, hogy itthon maradjanak, itthon találjanak munkát, itthon vállaljanak olyan munkát, ahol az idegen nyelvet használhatják, ahol komoly presztízse van a munkahelyüknek, ahol gyors az előre jutási lehetőség. Magyarországon jelenleg 131 ilyen szolgáltató központ működik egyébként, amelyek összességében most már lassan 65 000
magyar embernek adnak munkát, és ezek a szolgáltató központok egyre inkább megtalálják a vidéki nagyvárosokat is. Itt Fehérváron az IBM-ével együtt 3250-en dolgoznak szolgáltató központokban. Végezetül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a beruházás ismételten megerősíti Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok gazdasági együttműködését. Az amerikaiak ki a második legnagyobb beruházói közösség Magyarországon. 1700 amerikai vállalat 105 ezer magyar embernek ad munkát. Ennél nagyobb számokkal csak a német beruházói közösség rendelkezik, és az elmúlt 6 esztendőben 80 amerikai vállalat döntött új beruházás mellett Magyarországon. Tisztelettel köszönjük az IBM magyarországi vezetőinek az ország melletti kiállást. Köszönjük azt, hogy meggyőzték az IBM vezetőit arról, hogy ennek a beruházásnak a legjobb helye itt van Magyarországon, itt van Székesfehérváron. Köszönjük azt, hogy a rendkívül nehéz körülmények dacára is ma is egy olyan megállapodást tudtunk kötni, amely újabb 300 magyar embernek jelent munkahelyet, újabb 300 magyar családnak jelent kiszámítható megélhetést és jövőt, és azt gondolom, hogy az ilyen típusú döntések ebben a helyzetben aranyat érnek. Az IBM ügyvezetője elmondta, a cég székesfehérvári központja 1997 óta folyamatosan dolgozik. Az év minden napján az ügyfeleik rendelkezésére állnak, legyen szó akár komplex migrációról, egy adatközpont kiépítéséről, vagy éppen csak egy hiba elhárításról az éjszaka közepén egy kulcsfontosságú pénzügyi ügyfélnek. Az IBM itt Fehérváron 1995-ben nyitotta meg a IBM Storage Product néven futó gyárát, ami merevlemezeket gyártott, akkor is a technológia legfejlettebb eszközeivel, illetve a technológia legmagasabb elvárásainak, de amint azt tudjuk, meg akkor is tudtuk már az informatikában, gyakorlatilag a kulcsszó mindig is a fejlődés és a fejlesztés volt. Ezt alátámasztva már 1997-ben megnyitottuk a szolgáltató központunkat, akkor még tényleg csak egy maroknyi csapattal, és mint egy kísérletezve az outsourcinggal, illetve a szolgáltató központok adta a lehetőséggel, de ez is jól mutatja azt, hogy már milyen korán befektettünk ebbe a tevékenységben, hisz valójában már akkor is látható volt, hogy a szolgáltatások azok, amik a jövőt hordozzák egy informatikai cég számára, hiszen magasabb hozzáértéket ad az ügyfeleinknek, ezáltal gyakorlatilag több értéket teremtünk, és nyilván mint cég is jobban tudunk helyezkedni a piacon. Centerünk célkitűzése akkor és most is az volt, hogy összetettebb és bonyolultabb feladatokat tudjunk Magyarországra hozni, ahogy Péter kollégám mondta, magyar munkaerővel megtámogatva, a magyar intellektualitást hírét vive az országban, és nyilván olyan digitális tevékenységek és fejlesztések kidolgozásával, amire a piacnak szüksége van, és amivel a piacon mi sikeresek lehetünk. Jelen pillanatban cégünk ügyfeleinek egyébként a legmodernebb IT megoldásokat nyújtja, legyen szó akár felhő alapú, vagy kognitív megoldásokról, legyen ezek személyre szabott megoldások egy nagyobb cégnek, vagy akár dobozos megoldások kisebb cégeknek. Gyakorlatilag a piacon jelen pillanatban a high-tech szolgáltatást áruljuk. És ezt még az is jól mutatja, hogy egy ilyen szolgáltató központ, mint amit Székesfehérváron van, gyakorlatilag az év minden napján, az év minden percében az ügyfeleink rendelkezésére áll. Legyen szó akár komplex migrációról, egy adatközpont kiépítéséről, vagy éppen csak egy hiba elhárításról az éjszaka közepén egy kulcsfontosságú pénzügyi ügyfeleinknek. Ez a center, mi csak úgy szoktuk mondani, hogy always on, soha nem kapcsolt le. 1997 óta folyamatos szolgáltatást adunk, amire nyilván üzleti igény is van a megrendelőink, illetve a cégek részéről. Ezáltal tényleg büszkén mondhatom, hogy gyakorlatilag a megbízóink, ügyfeleink minden igényeit ki tudjuk elégíteni az informatikai terén, legyen szó gyártásról, új kognitív technológiákról, infrastruktúra támogatásról, vagy bármilyen jelenlevő technológiáról a piacon. Ügyfeleink számíthatnak ránk felhő alapon, saját vállalati környezetükben, és gyakorlatilag az embereink 24/7-ben ott vannak, hogy tanácsot adjanak nekik,
nekik, segítsenek minden üzleti problémájukban, illetőleg akár kiválasztják a megfelelő beszállítót egy informatikai szolgáltatás területén. Függetlenül az iparágtól, a mérettől, vagy éppen a fejlesztési szakasztól, mi az IBM Services képesek vagyunk az ügyfeleket elősegíteni az innovációra, amely nyilván a saját innovációnk eredménye is a számukra, és azért az ügyfeleink magabiztosan tudnak nyitni az új informatikai szolgáltatások felé. Egy kicsit a munkatársainkról, ugye több ezer ember dolgozik számunk felénk, és hát az ő tudásuk most már gyakorlatilag 25 évre nyúlik vissza, gyakorlatilag fejlesztési, koordinációs, ügyfélkapcsolati adatbázis, üzemeltetés, alkalmazás üzemeltetés, GDPR, mindenféle ISO szabványok bevezetésében vannak skilljeink. Ezúttal is köszönöm a kollégáknak, hogy kitartanak az IBM mellett hosszú távon, és hogy tudnak ránk számítani. De nyilván a mi felelősségünk is ebben az, hogy egy ilyen megállapodás gyanánt továbbra is biztosítjuk a kollégáinknak a biztos jövőt, a jó karrierutat, és hogy számíthatnak a cégre hosszú távon. Az IBM magyarországi történetét a fejlődés és az innováció határozta meg, mondta Rehus Péter. A cég országigazgatója arról beszélt, hogy a székesfehérvári szolgáltató központból ügyfelek ezrei támogatják informatikai rendszerek üzemeltetésében Európában, és most már a kontinensen kívül is. Az IBM magyarországi történetét a fejlődés és az innováció határozta meg. A cég 1932-ben lépett a magyar piacra először, és 1936-ban nyitotta meg irodáját Budapesten. Ma, 88 év elteltével, széleskörű tevékenységet folytatunk itthon. Elérhetővé tesszük és támogatjuk világszínvonalú technológiáinkat. Csúcs technológiákat gyártunk itt Magyarországon, olyan eszközöket, melyet szerte a világban nagyvállalatok és kormányzatok használnak kritikus adataiknak a tárolására és feldolgozására. Nemzetközi szolgáltató központot üzemeltetünk, kutatási és fejlesztési tevékenységet végzünk a budapesti labban, és ebből a székesfehérvári szolgáltató központunkból ügyfelek ezreit támogatjuk komplex informatikai infrastruktúráiknak a üzemeltetésében Európában, illetve most már ezen túl is. Ma az IBM olyan nagy hozzáadott értéket képviselő megoldásokat fejleszt és fókuszál, melyek a világ fejlődését biztosítják, mint a mesterséges intelligencia, a felhő alapú szolgáltatások, a kiberbiztonság, blockchain alapú technológiák, vagy a kvantum számítás technika. Valamint azon szolgáltatásokra fókuszálunk, melyek mindezeket a innovatív digitális technológiákat vállalati környezetben gyorsan és hatékonyan teszik működőképessé. Magyarországon is számos iparágat támogatunk, ilyen technológiákkal, csak hogy néhányat említsek, ugye az államigazgatás, vagy a pénzintézeti szektor, az energetika, közműipar, vagy a telekommunikáció. Ez az év rengeteg változást hozott magánéletünkben is, és az üzleti életben is egyaránt. A digitalizáció, a technológia egy olyan kulcsterület, ami képes választ adni a járvány okozta kihívásokra, és megoldást biztosítani az elkövetkezendő új normális időszakra. Példa erre az IBM mesterséges intelligencia alapú asszisztense, melyet számos közszolgálatot ellátó szervezetnél vezettünk be ingyenesen a járvány kirobbanásakor annak első hullámában. Néhány hét alatt fejlesztettük és képeztük ki a járvánnyal kapcsolatos kérdések megválaszolására, és 24 órában megbízható információval látta el, vagy látja el még ma is a lakosságot több helyen, többek között Csehországban, Lengyelországban, itt a régiónkban is. Egy ilyen másik kezdeményezés volt, amellyel a digitális oktatás bevezetését támogattuk a Cisco-val közösen, és melyet az IBM magyarországi kollégáinak a tevékenysége révén is sikeresen hajtottunk végre az év elején. Az üzleti életben azt látjuk, hogy a cégek felgyorsították a digitalizációt, és egyre szélesebb körben alakítják át működésüket,
kihasználva az új technológiák és szolgáltatási modellek adta innovációs lehetőségeket. Az IBM az ügyfeleinek megoldást kínál azon összetett problémákra is, ahol a technológia önmagában nem elég. Itt olyan szorosabb együttműködésre van szükség, mely a technológián túlmenően mélyiparági ismeretre épít, és mely során bizalmi kapcsolat alakul ki egy szoros együttműködés keretében. Az IBM különleges helyzetben van, hiszen a mesterséges intelligencia, a hibrid felhő alapú technológiája és portfóliója szakértőinek tudását és a folyamatosan fejlődő ekoszisztémánkat, partneri körünket ügyfelek egyedi elvárásainak megfelelően tudjuk kombinálni. Az elmúlt évtizedben szilárd alapokat tettünk le, és erre építve igazi értéket teremtünk felhasználóink számára. Itt, a székesfehérvári szolgáltatási központunkban, mely magyar szaktudásra épül, egy olyan bázis képez ez, mely megbízható támogatást nyújt ügyfeleinknek a digitális transformáció útján Európában, illetve azon túl is. Székesfehérvár országgyűlési képviselője az amerikai cég és a kormány jó együttműködését emelte ki. Varga Tamás szerint nagy jelentősége van annak, hogy a vállalata a járvány okozta válságban is előre tekint. Köszönöm szépen miniszter úrnak, elnök úrnak, a minisztériumnak és a HIPÁ-nak, hogy a mai kor változásai közben, amire igazgató úr is utalt beszédében, kitartóan és fáradhatatlanul megyünk előre és végezzük közösen a munkánkat, és köszönöm szépen az IBM-nek is, hogy ebben a változó világban megértette és magáévá tette azokat az elképzeléseket, azokat a gondolatokat és azokat a célokat, amiket a minisztériumban mi kitűztünk magunk elé, és ezzel a támogatással nem megállnak és széttárják kezüket, hogy járvány van, mit is tegyünk, hanem közösen együtt tudunk előre menni. Köszönöm szépen a támogatást a minisztériumnak és a HIPÁ-nak, és köszönöm szépen az IBM-nek, hogy éltek a lehetőséggel. Hazánkban jelenleg 131 szolgáltató központ működik, amelyek közel 65 ezer munkavállalót foglalkoztatnak. Székesfehérváron 3250 fő dolgozik ilyen központban. Kedves nézőink, a köztérben fejlesztésekkel foglalkoztunk, amik itt Székesfehérváron valósultak meg, vagy valósulnak meg a jövőben. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!